mindenkinek! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Úgy látom, hogy a hódmezővásárhelyi média nyilvánosságon túlnőtt a mai találkozó iránti érdeklődés. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket! Ha megengedik, akkor nagyon röviden egy sajtónyilatkozatot tennénk. Ebben első helyen és elsősorban szeretném megköszönni polgármester úrnak azt, hogy elfogadta a meghívást, amelyet április 3-a után annak érdekében fogalmaztam meg, hogy a választási győzelem után eljött az ideje a békesség helyreállításának, illetve a választások után úgy gondolom eljött az ideje annak, hogy Hódmezővásárhelyen és a település minden, a választókerületen minden településén egy új fejlődés lehetőségét közösen teremtsük meg. Úgy tudom összegezni az elmúlt két óra eseményeit, illetve a beszélgetést, összefoglalni, hogy a mai napon fegyverszünetet kötöttünk 4 év után. Ennek nem öncélú a küldetése, tehát nem azért született meg a fegyverszünet, hogy a polgármesterről vagy én személyesen jobban érezzük magunkat. Úgy gondolom, bebizonyítottuk mind a ketten, hogy tudunk harcolni, és azt hiszem, ő is saját magát jó harcosnak tartja, és én is annak tartom magam, tehát ilyen probléma nincsen. Ellenben ennek a fegyverszünetnek a célja egyedüliként az, hogy a hódmezővásárhelyieknek jobb legyen, hogy Hódmezővásárhelyen az itt élő választópolgárok nagyobb békében tudjanak élni, és jobb körülmények között tudják élni a hétköznapjaikat. Megállapodtunk néhány kérdésben, amelyekben igyekszünk közösen dolgozni a most és a következő években. Erről polgármester úr röviden ad önöknek egy összefoglalást. Köszönöm szépen, én is köszönöm képviselő úrnak a meghívást és a tartalmas építőjellegű beszélgetést. Igen, biztosan harcoltunk is, április 3-án ez a harc ez nyilvánvalóan befejeződött. Nem egyforma megelégedettségünkre, egészen biztosan mondhatom. A harcban azt gondolom szintén a sikert azt elismerjük. Ettől függetlenül ez most valóban nem a harcról szól. Nem hiszem, hogy bármelyikünk feladja az álláspontját akkor, amikor megállapodunk abban, hogy Hódmezővásárhely érdekeit fogjuk képviselni. Egy hosszú listával jöttem. Képviselő úr is felkészült ezekből, láttam, hogy anélkül, hogy előzetesen egyeztettük volna a témákat, hogy teljesen képben volt Vásárhelynek a folyamatban lévő ügyeit illetően, és rögtön találtunk 3 olyat, amiben legelőször reményeink szerint tudunk lépni, és hát természetesen a város polgármestereként, a város képviselőjével, a város érdekében mindig együtt fogunk működni. Az első, amit eddig nem voltunk, vagy úgy láttam, hogy elakadt ez az ügy az elmúlt időszakban. Az ipari parknak a fejlesztése, itt egy 100 hektáros bővítés van a Modern Városok program keretében, ahol a kormányzatnál kérem a közbejárását képviselő úrnak, és köszönöm szépen a felajánlást, hogy ezt mindenképpen megkísérli. Szeretnénk, hogyha minél több cég jönne a városunkba és több munkahelyet teremtene, bár tudjuk, hogy nem csak itt, hanem más magyar településeken is. Most az elvándorlás és a szakképzés hiánya az, ami a legfontosabb probléma. Tehát nem a munkanélküliség a legnagyobb probléma, de nekünk adófizetőként is, és természetesen a szakképzés révén jó fizető munkahelyek teremtése érdekében is fontos az ipari park fejlődése. A 37 hektáros korábbi területet azt már kinőttük, azt egy úttal kiegészítettük, de az újabb fejlesztéshez további területre van szükség. A második ilyen téma a 117 kilométeres kerékpárút és mezőgazdasági úthálózat fejlesztés projekt, amelyet a kormány nem állított le, tehát ez egy folyamatban lévő projekt. A most jelenleg általunk elérhető határidő november vége, amikor a tervek és a kisajátítás is meg fog valósulni. Amennyiben bármi akadály merül, akkor is minimális késéssel ez a projekt ez sinem van. Ahhoz azonban, hogy folytatódjon, ahogy az eredetleg beígért 11 milliárdos támogatás, amiből mi többek között a Rárosi útnak a felújítása, a külső Rárosi út felújítása is szerepel, vagy a Tiszai út, vagy akár a Tisza gáton való kerékpárút építés. Tehát amire az a 11 milliárd elég, az már nyilván kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt volt, de szeretném, hogyha ez előre haladna, és képviselő maximális támogatásáról is egyetértéséről biztosította ezt a projektet. Az iskolák energetikai felújítása projektünk szintén ennek a Modern Városok programnak a része. Ebben is várható előre lépés, ott kormányzati engedély kell nekünk, ahhoz, hogy az átcsoportosításokat megtegyük, és természetesen, hogyha többletforrást tudunk igényelni, az is nagyon sokat segítene abban, hogy többek között a Klauzál utca iskola vagy a szakképző intézményeink azok megújulhassanak. Itt is reményt látunk arra, hogy esetleg a kormányzat ebbe segíteni fogja a Hódmezővásárhelyet, és egyfajta bónuszként, ami nem a Modern Városok program része,
de a megbeszélésünknek része volt. Én sajnálom, hogyha valaki úgy gondolta, hogy nekem bármi problémám lett volna a kórházzal, mint olyan, de a fegyverszünet része az is, hogy én felállottam, hogy bármit, amit a város tehet ezentúl is, a kórház segítségére lesz, és ha valaki eddig is úgy gondolta, hogy én a kórházat, vagy pláne az ott dolgozókat kritizáltam volna, akkor szeretném megnyugtatásul mindenkivel közölni, hogy természetesen a város eddig is, és ezután tűzösen fogja támogatni a kórházat, azt gondolom, hogy ebben is egyetért. Tehát van itt négy olyan terület, amivel elkezdjük az együttműködést, de abban is megállapodtunk, hogy rendszeresen fogunk találkozni, átnézzük azokat a területeket, ami a város fejlesztéséhez kapcsolódnak, és remélhetőleg Hódmezővásárhely békés fejlődése az példát mutathat az egész országnak, hogy április 3-a után is van élet, sőt, azt reméljük, hogy talán a hangulatot, az eddigi puskaporos hangulatot, azt sikerül az együttműködés felé terelni. Ehhez én köszönöm képviselőnek a kezdeményezését is, és a jövőbeli támogatását. Köszönöm szépen. Nem fogom kiegészíteni azt, amit polgármester úr elmondott, mert erről a négy kérdésről beszéltünk. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a kérdések részben a Modern Városok Program 2017 májusi megállapodásában szerepelnek. Nekem nyilván az a dolgom, hogy ezeknek a projekteknek lendületet adjak kormányzati szinten, a városnak pedig az a dolga, hogy megfelelő minőségben készítse elő ezeket, ezen szorosan fogunk együttműködni. A kórház ügyében pedig azért kértem a polgármester úr és az önkormányzat támogatását, hiszen egy nagy beruházás zajlik ma a kórházban, és általában Covid után, és ki tudja milyen nehézségek előtt, az egészségügyben dolgozók, az orvosok, ápolónők támogatása, közös támogatása és szolidaritás az egészségügyben dolgozókért és a dolgozókkal szerintem nagyon fontos dolog egy helyi közösségben. A kórház nem lehet politikai téma, nem lehet puskaporos hordó Hódmezővásárhelyen, és valóban talán túlzás nélkül mondhatom, hogy egy normális, konstruktív megbeszélésre került sor. Arról beszélgettünk, amiben egyetértettünk, és azokról a kérdésekről, amelyekben távol áll az álláspontunk egymástól, arról nem esett szó, vagy azokat elhárítottuk, fogalmazzunk így. Tehát az óriási sajtóérdeklődést nem biztos, hogy ki tudjuk elégíteni minden tekintetben. Nos, ha van kérdésük, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Parancsoljanak! A fegyverszünet arra is vonatkozik, hogy esetleg megszűnnek a jövőben a politikai alapon való támogatások osztogatása kis településeknek? Mártéra gondolok, Kübekházára, Csanádpalotára. A kérdését részben azért nem értem, mert én minden településsel igyekszem együttműködni. Talán ez is bizonyíték a mai találkozó is erre. Minden településen, ahol a képviselőtestületeknek, polgármesternek ötlete, elképzelése van arra Magyarországon, hogy ezek a közösségek fejlődjenek, előre haladjanak, az ország és a kormányzat lehetőségeinkhez, az adófizetők által biztosított lehetőségeinkhez képest mindenkit támogatni fogunk ebben a választókerületben és mindenhol. Itt Hódmezővásárhelyen nem vitathatóan 18 óta volt egy polgárháborús állapot. Én örülök, hogy most legalább odaig már jutottunk, hogy fegyverszünetet tudtunk kötni. Ez egy szerintem komoly előrelépés, és biztató a város jövőjét illetően, talán ezt polgármester úr is osztja. Erre nagy szükség van szerintem most itt. Ez azt szeretném hozzátenni, hogy Hódmezővásárhelyről beszéltünk, tehát én nagyon örülnék, hogyha országos szinten is hasonló beszélgetések az lennének. Azért egyszerre nem tudok garantálni. És valóban, amit kérdezett, nagyon pozitív lenne, hogyha ez minden település politika mentesen fejlődhetne. Én remélem, hogy Hódmezővásárhely is politika mentesen fog tudni fejlődni, de ez egy nagyon pozitív változás lesz az országban, hogyha ebbe az irányba fogunk elmozdulni. Azt gondolom, hogy nem képviselő úron fog múlni. Legalábbis az említett települések némelyike mondjuk nem a képviselő úr körzetében van, de azt gondolom, hogy ez inkább egy országos kérdés lesz majd a Fidesz kormányzat felé. Parancsoljon! Ejter Levit, MediaWorks. Ha egy-egy szóval jellemeznék a megbeszélés hangulatát, akkor mi lenne? Konstruktív. Előremutató. Még egy kérdést megengednek nekem, Márki úr. A választásokat követően beszélte Gyurcsány Ferenccel, lehetett tudni, hogy ha beszéltek, miről beszéltek, illetve esetleg ehhez a találkozóhoz mit szólt? Hát rögtön lesz, én hűteni a kedélyeket, hogy nem beszéltem még csak telefonon sem Gyurcsány Ferenccel. Az ő nyilatkozataiból következik talán az, hogy nem is hiszem, hogy szeretne beszélni éppen. Ő szeretne vele beszélni? Nem, őszintén szólva. Én sem. De az tudom, nem számít, de ha nem muszáj, nem. Átbeszéltük ezt a kérdést is. Nyilván most itt a polgármester négy olyan témát emelt ki, amiben együttműködünk, illetve amiben megállapodtunk, hogy mit fogunk csinálni.
De átbeszéltünk minden olyan kérdést, amely akár nyitott kérdést a modern városok program tekintetében, vagy nyitott kérdés, fejlesztési elképzelés, célkitűzés, hódmezővásárhelyen. Nagyon sok kérdést érintettünk, több mint 2 órás volt a megbeszélés. A csengettyű köz is felmerültek más kérdések is, nehezebb ügyek, és abban maradtunk, hogy ezekkel most a város is dolgozik, én is dolgozom, kapok már egy pontos státuszt arra vonatkozóan, hogy a csengettyű közben mi a helyzet, hány lakást vásároltam az önkormányzat, pontosan kik laknak ott, illetve mihez kéri az önkormányzat a kormányzat támogatását, és amilyen az új kormány megalakul, föl fogom mérni azt a szándékot, hogy a kormánynak ennek a programnak a megvalósításához fűződik-e érdeke, vagy van-e még szándéka. Ha nem, akkor nyilvánvaló, hogy az önkormányzat a lakáskérdést meg tudja tudni oldani. De ezt nem akarok mindent idehozni, mert nyilván vannak ügyek, amit nem a teljes magyar média nyilvánosság előtt kell majd operatívan elérni. Köszönöm szépen, Tóthony a Mindkét Televízió. Polgármester úr, azt mondanék, egy hónap telt el a választás óta. Amíg tartott önök között a megbeszélés, akkor mi megkérdeztük a helyieket, hogy hogyan értékelik az ön elmúlt egy évét, amit a kampányban töltött, azt az egy hónapot. Nagyon sokan azt mondták, hogy azt érzik, hogy polgármester úr az országos kampány miatt elhanyagolt a Hódmezővásárhelyet. Többen azt mondták, hogy kicsit szemetesebb lett a város. Hogy érzi ön, hogy mennyire volt káros az, hogy egy évig az országos politikával foglalkozott, és nem koncentrált Hódmezővásárhelyre? Biztosan vannak, akik így érzik, és ezzel nem is lehet vitatkozni. Az én lelkiismeretem teljesen nyugodt. Csak szabadidőmben, csak szabadságom alatt kampányoltam. Ez egy nagyon fontos különbség. Nem az önkormányzat eszközeivel, autójával, sofőrével, hanem a szintén szabadságon lévő munkatársammal mentünk a kampányt intézni. A városnak az állapota szerintem jobb, mint bármikor. És akkor itt, hogyha elmondhatom, hogy az elmúlt képviselő úr által is, és sokak által nyilván háborúsnak minősített, vagy polgárháborúsnak minősített 4 év alatt, azt gondolom, hogy mind a mi nevünkhöz, mind képviselő úr nevéhez komoly fejlesztések fűződnek ebben a városban. Említésre került már a több mint 2 milliárdos kórházfejlesztés, a Tremtrén megvalósulása. A mi oldalunkon a buszközlekedés, tudnám többek között említeni a városkártya bevezetését, a kemping visszaállítását, egy hamarosan megnyíló bölcsüdének a visszaállítását, a strandon a csúszdapart és egy beltéri élménytűrő visszaállítását. Aki azt gondolja, hogy elhanyagoltuk a várost és nem fejlődött, az hazud. Akkor nem bánta meg, hogy egy évig nem volt mezővásárhelyre, hanem az országos kampányra fókuszáltam. Mind a kettőre fókuszáltam, biztosan sok időmet elvitte a országos politizálás. Ezt szabad időmben tettem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, és a város ennek nem szenvedte kárát. Az, hogy kommunikációban az emberek, Hódmezővásárhely polgárok azt láthatták, hogy a polgármester országos politikával foglalkozik, ennek nyilván megvan a káros következménye. Ezért is szeretném, hogy a következő 2 évben megnyugodnának és azt látnák, hogy nem csak az eredmények vannak benne, hanem az én figyelmem és szeretetem is a város irányában törek. Köszönöm szépen. Képviselő úrtól szeretném kérdezni, hogy volt ugye arról szó, hogy ön is segíteni fogja a város fejlődését, most mindenki egy kormányalakításról találgat, bizonyára jobban tudna segíteni a város fejlődését, hogy minél nagyobb, magasabb pozíciót töltene be esetleg az új alakuló kormányban. Erről volt szó, mit lehet erről tudni? Nézze, annál nagyobb pozíció a magyar parlamentben, mint hogy legyőztem az ellenzéki miniszterelnök jelöltjét, mégsem kell. Tehát tulajdonképpen polgármester úr megteremtette annak a lehetőségét, hogy győztesként sokat tudjak segíteni. Annyit szeretnék idefűzni, talán megengedik. Milyen állások vagyunk itt. Annyit szeretnék idefűzni, hogy nyilván tőlem is nagyon sokan megkérdezik Hódmezővásárhelyen és Fideszben is, hogy mi ez a közös sajtótájékoztató, mi ez az együttműködés. Én azt szeretném világossá tenni, hogy tegnap esküdtettem a parlamentben már 6-odjára, 20 éve vagyok Hódmezővásárhelynek parlamenti képviselője, minden körülmények között nekem Hódmezővásárhely az első, és a Hódmezővásárhelyek az elsők, még akkor is, hogyha vannak viták, maradtak is viták természetesen, és van jó néhány nézetkülönbség. Mert nekem ez a kötelességem. Én vagyok a győztes, bármi történt is, és bármilyen személyes sérelmem volt vagy lehetne, én azt gondolom, a győztesnek ezt félre kell tudnia tennie, és együtt kell működni egy-egy cél érdekében. Mert az, hogy együtt bizonyos kérdésben vagy jó néhány kérdésben nem értünk egyet, az nem zárja ki azt, hogy bizonyos kérdésekben ne tudnánk más kérdésekben együttműködni vagy együtt dolgozni. Ehhez természetesen nagyvonalúságra is van szükség. A magyar politikában nem jellemző a nagyvonalúság az elmúlt 30 évben. Én ön is tudja, az ott, hiszen sokat dolgoztunk együtt, bizonyos kérdésekben másképp gondolkodom, mást képviselek. Szeretném, hogyha a politika a következő években, legalábbis úgy fog politizálni, nagyvonalú lenne Magyarországon, nagyvonalú lenne mind a két oldalon. Ami a konkrét kérdését illeti, azt tudnám idézni, hogy Orbán Viktor mondott, semmi sem lehet. Még egy kérdésed ön, mert ön is utalt erre, hogy a Fideszben hogy nézik ezt a közös sajtótájékoztatót? Örülnek. Örülnek neki?
nem kapott negatív visszajelzést, hogy miért elkezdett. Ma jártam a miniszterelnöknél, gratulált, és együttműködést föltételezett, illetve azt mondta, hogy mindenben segítünk Hódmezővásárhelynek. Mi fideszesek nagyon szeretjük a várost, és a Fideszre és Orbán Viktorra mindig számíthatott Hódmezővásárhelynek. Bár a kérdés nem hozzám szól, de szeretnék érzedni ezt a kérdést, amit Zsolt feltett, én is feltettem, mert én is csodálkoztam ezen a kezdeményezésen, de ugyanezt a választ mondta egyébként képviselő nekem is, úgyhogy nagyon optimistán és kíváncsian várjuk az együttműködést. Jó. Van egy több kérdés? Ma már kérdezett egyet, de ha ennyire fontos, hogy jó napja legyen? Három. Jó, ez nem biztos, hogy a polgármester rosszul. Is. Biztos érzéseket kelthetett sokakban ez a békejobb nyújtás, nem tudom a vásárhelyiek mennyire tartottak tőle, miután Mártéjon polgármester, ez nagyon örömteli, de Mártéjon ugye volt egy, hogy a polgármestert megfenyegették a családját, hogy lépjen vissza, és hasonlóan próbálják ellehetetleníteni a fideszes vezetésű településeket. Nincs ilyen terület, a polgármester úr. Az ellenzéki, azt akartam mondani, bocsánat. Igen, feloszlottak a testületek. Igen, a polgármester úr is megkérdezte tőlem ezt. Én két településről tudok számot adni. Az egyik Csanádpalota, ahol tőlem függetlenül, nem most, hanem még a Covid elején lemondott a képviselőtestület, mert összevezett a polgármesterrel. Semmi közöm nem volt az ügyhöz, és most vasárnap polgármester választás lesz. Természetesen a Fidesz jelöltjét fogom támogatni a választáson. A másik, hogy Mártének az ügye, ahol a képviselőtestületben a Fideszhez közel álló, vagy a Fideszhez inkább jobban tartozó képviselőkből eddig három volt. Most van egy negyedik képviselő, aki korábban nem ebbe a politikai irányba volt, úgy gondolom, konzekvensen jobboldali, konzervatív, lokálpatrióta politikát követett, aki úgy gondolta, hogy ennek a településnek az ő javaslatának az előterjesztése majd megtárgyalása volna helyes. Hogy a képviselőtestület így döntött, ahhoz nekem semmi közöm nincsen. Elmondtam, amikor találkoztam a képviselőkkel, hogy megköszönjem a segítségüket a választási kampány alkalmával, hogy természetesen mindenkivel együtt fogunk dolgozni, hiszen az az érdekünk, hogy Márté is fejlődjön és minden település is. Várjuk meg, hogy mi lesz a választások eredménye, és majd a falu eldönti. A faluban van egy belső elégedetlenség, de ebből nem feltétlenül kell országos politikát csinálni. Beszéltünk Algyőről is egyébként, azt sem tudok, ott is elmondtam az álláspontomat a polgármester úrnak. Úgy gondolom, hogy ha Hódmezővásárhelyen meg tudjuk találni az együttműködés keretét, akkor ez máshol is menni fog. És minden választókerületben jól ismerem a képviselőtársaimat, kiváló emberek azok, akik a Fideszből egyéni körzetet nyertek. Nagyon sokan, nagyon tapasztalt politikusok, mindenhol az együttműködésre fognak törekedni, hiszen az ország előtt nagy kihívások állnak, háborús helyzet van, egy olyan helyzet, amely egész Európa számára nagyon komoly gazdasági kihívásokat jelent. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben helyi szinten, lokálisan és országosan is jobban járunk mindannyian, hogyha az összefogást keresünk és nem a széthúzást. De igaz egyébként, hogy bárki megfenyegette? Én nem tudom erről nekem. Tőlem ne kérdezzem, menjen el Mártéra, kérdezzem meg a mártéjakat. Szoktak vitatkozni egymással, a régi szokásuk. Kemény vidéki fajta. Trendrény projekttel kapcsolatban, hogy már most 60-as sebességkorlátozás lépett életbe. Nem tudok volna, most jelentették be, hogy megkapta a 100-as engedélyt. A tegnapi hír, hogy 100 km/h engedélyt kapott a Trendrény, megkapta az összes hatósági engedélyt, és sűrítik a menetrendet. Minden a legnagyobb benne van. De képes is 100-al menni, vagy csak egy közöttes lesz? Ön is újságíró? Ja, mert csak nem lakossági fórumot tartunk. Azért nem tudunk mindenkinek a kérdésére válaszolni. Az majd egy következő együttműködési szint, hogy tartunk egy közös lakossági fórumot. Helyen, csak most okay, egyenre egyszer. Engedélyt kapott, de képes is. Örülök a találkozást. Szansi, képes lesz. Meg kell nyugtatnom, képes lesz. Van-e még hasonlóan jó szándékú kérdésünk? Köszönöm. Van-e kérdés? Hálásak vagyunk, minden jót kérdés. Polgármester úr, köszönöm a kérdést. Sok sikert és jó munkát. Köszönöm. 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 Köszönöm.